Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok könyvek írója, illetve az Ingatlanos Álmok klub megalapítója. Örömmel közlöm veled, hogy most indul az Ingatlanos Álmok klub. 2 heted van összesen jelentkezni, és nyilván a pénzt is befizetni. Itt alulra be fogom linkelni a linket, amin keresztül tudsz jelentkezni, amennyiben érdekel. Röviden elmondom, miért lehet érdekes neked ez az Ingatlanos Álmok klub. Annak is érdekes lehet, aki még csak egyáltalán érdekli az ingatlan, hogy ő ingatlant akar. Én már akkor jártam ingatlan klubba, és végeztem ingatlanos tanfolyamokat, például ingatlan közvetítőit, amikor még esélyem se volt arra, pénzem sem semmim, hogy ingatlant vásároljak. Viszont tudtam, hogy én ingatlanokkal akarok foglalkozni, habár semmim nem volt rá. Úgy gondoltam, hogy legjobb az, hogyha megszerzem előtte a tudást, akkor ha tudásom megvan, észre fogom venni a lehetőséget, mert a lehetőséget, hogy te észrevedd, ahhoz is kell egy bizonyos tudás. És majd biztos segítenek nekem abban, hogy az első lépést hogyan tegyem meg. Ugye az első lépés egy nagyon nagy lépés, honnan lesz pénzem ingatlanra, hogyan vásárolj meg az ingatlant, akik körülvesznek engem most, az mindegyik csak olyan történeteket mesél, hogy hogyan csesztek rá az ingatlan adásvételre, bérbeadásra, bármilyen ingatlanos befektetésre. Tehát gyakorlatilag ezen itt az idő, hogy most változtass. Az első lépéshez megkapsz itt a világon minden segítséget, tőlem is, illetve a többi klubtaktól is. Megtudod, hogy hogyan lesz pénzed, illetve egy védőhálót képezhet az életed alatt, vagy a vállalkozásod alatt. Ugye, hogyha jól megy a sorod, mint ahogy nekem is jól ment, de mégis bebuktam, ott egy védőháló csodákat tud tenni. Ezért is ez volt az egyik oka, hogy ingatlanokkal kezdtem el foglalkozni és passzív befektetéssel, mert egy aktív befektetés, egy cégbefektetés sokkal többet hoz eleinte látszólag. De megtanulsz ingatlanba fektetni, ez is hozni fog annyit. Úgyhogy könnyen lehet, hogy megpróbáltad, már nem sikerült. Szintén azért nem sikerült, mert rossz emberek vettek körül, rossz emberekre hallgattál, nem volt sem tudásuk, inkább csak hallottak valahol valamit, és inkább csak visszahúztak, lebeszéltek. Sok esetben ez a család, tehát ezt én is megéltem, hogy a család, ó, minek akarsz te ilyet, hát ebbe Józsi is belebökult, meg a szomszéd Marit is, hogy átvágták, csak ilyeneket hallasz a családtól is. És én azt mondom, hogy amennyiben megrekedt az életed, megrekedt a vállalkozásod, keresed az utadat, hogy mit csinálj, merre járj, mibe kellene pénzt tenni, vagy mit kellene megtanulni, én azt mondom, hogy a világon 3 dologba tudsz befektetni, tőzsde, ingatlan, cég. Gyakorlatilag itt megtanod egyébként mind a 3-at, egész konkrétan, de ha hiszed, hanem sokkal több egyébként nincs. Tehát valamelyik nyilván bármit csinálsz, hogy akár egy kriptovaluta is kapcsolódik a tőzsdéhez, vagy kapcsolódik egy vállalkozáshoz. Tehát, hogy ezt a 3-at kell megtanulnod, ezt a 3-at ebben a klubban meg fogod tudni tanulni. Alulra, mint mondtam, belinkelem a lehetőségeket, meg be fogom linkelni a tanfolyamokat is, amit te részt tudsz venni klubtagként, ingyen és bérmentve, úgyhogy én azt mondom, ragad meg a lehetőséget. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy kik vesznek körül. Itt a lehetőség, és ez egy nagyon komoly lehetőség, ha hiszed, hanem, hogy most te megválasztod, hogy kik vegyenek körül. Olyanok, akik segítenek, olyanok, akik tanítanak, akiktől tanulhatsz, és ez fog téged előre vinni. Nem biztos, hogy mint ahogy engem is a régi gyerekkori barátaim vittek volna előre, nem szeretném azt az életet élni. Most viszont itt a lehetőséget, hogy igenis változtass egy nagyot, és egy nagyot lépjél előre egy nyugodtabb, szabadabb és boldogabb élet felé. Köszönöm, hogy megnéztél, itt a link alatta, jelentkezz. Szia!